November az egészségnevelési hónap, de ez a tevékenység nem csak erre az időszakra vonatkozik, hanem folyamatos azokban az intézményekben, amelyek egészségünkkel foglalkoznak. Az emberek nagy része az egészségesen születik, csak sajnos az életünk során eltékozoljuk az egészségünket, és amikor már eljutunk egy szintre, akkor ezt az eltékozolt egészséget már nem lehet visszavenni. Ezzel kellene tisztában lenni már egészen gyerekkorunktól kezdve, és hát tudatosan élni. November hónapban egy kicsit jobban ráfókuszálunk az egészséges életmódra, az egészségnevelésre. Az egészséges életmód tulajdonképpen nagyon sok mindenből tevődik össze, de egyrészt ugye a fizikális egészségünkből, meg a lelki egészségünkből. Már kis korban meg kell tanítani a gyerekeknek a személyi higiéné és a táplálkozás fontosságát, szerepét az egészségünk megőrzésében. A mozgásra is nagyobb hangsúly tevődik a hónap során iskoláskorban szinte mindenféle mozgás ajánlott. Idősebb korban azonban a kiadós séta az és karban tartja a szervezetet. A középiskolákban és általános iskolákban is leginkább erről szól a, a novemberi hónap. Egészséges ételeket készítenek megfelelő vitamintartalommal, megfelelő gyümölcsökkel, kevés szénhidráttal, kevés zsírtartalommal, és ö, sokszor ezt meg is beszélik egymás között, és ö, ennek van van egy kis elméleti része is. Nagyon fontos még az, hogy ilyenkor fogászatra elszoktuk vinni a gyerekeket, illetve megtanítjuk a kis óvodásokat, iskolásokat a helyes fogápolásra. A lelki egészség ugyanakkor a hangsúlyt kap az életerő megőrzésében, mint a testi. Klubok, a nyugdíjas klub, a különböző érdeklődési területnek megfelelő varószakkörök, egyebek, étkezési, főzési szakkörök, ahol az ember egy kicsit kiteljesedhet, és. Egyrészt hasznos ismereteket is szerez, másrészt pedig a szabad idejét hasznosan eltölti. Ilyenkor a véradás szerepe is többször kerül szóba, hiszen a vér életet ment. Sokkal több embernek kellene vért adnia ahhoz, hogy egyenletes legyen a vérkészítményekből az ellátás. 1963 óta Magyarországon november 27-én van az úgynevezett Véradoknapja. Ilyenkor a többszörös véradók a 10-20-30-40-50 és így tovább egy kis szerény vendéglátással, egy gyoklevél és egy apró ajándékkal megvendégeljük. Ilyenkor a községekbe, tehát a Tatához tartó kis községek, járási községekbe lesznek a véradások november hónapban.